A házasság hetét februárban tartják a protestáns egyházakban azért, hogy felhívják a figyelmet a házasság fontosságára, annak értékeire. Március 1-én az evangélikus közösség vendége volt dr. Ferenczi Zsuzsa pszichológus, aki előadásában a házasság fogalmát boncolgatta. A házasságot és az emberi kapcsolatokat több nézőpontból igyekezett feltárni a pszichológia eszközeivel. Interjúnkban arról kérdeztük, hogy bár gyakran így emlegetjük, de a házasságról valóban intézményként kell beszélnünk? Azt hiszem, hogy igaz is, meg nem is azt, hogy a házasság intézmény, mert hogy azért a célja az egésznek valahol mégiscsak két embernek a szövetsége arra, hogy hogyan mennek végig az életükön, és igaz annyiban, hogy intézmény, hogy ennek kellenek keretek. Én mindig azt gondolom, hogy ezen a kettő pilléren áll, akár két ember kapcsolata, akár egy családban a működése, akár a gyereknevelés, hogy kell egy keretrendszer, és ezen belül pedig kell az az érzelmi töltés, az az érzelmi hőfok, ami az egészet működtetés igazából a jelentését adja. A szakember szerint a házasságkötés ceremóniája csupán egy külsőség. Előadásában ezeket a külsőségeket tudatosan mellőzte. Sokkal inkább foglalkozott azzal, hogy a két ember kapcsolatát milyen belső, milyen lelki folyamatok határozzák meg. A házasságot sokan sokféleképpen ítélik meg. Olyanok is akadnak, akik félnek a kötöttségtől. Házasság és szabadság azonban létezik együtt, és csak így létezik. Ha az embernek nincsen egy biztos kapocs, amiben ő támaszkodhat, amin függhet, amin lóghat, akkor sokkal nagyobb rabságban fogja magát találni, mert állandóan keresni fogja ezt a társat, ezt a másik felet, és úgy gondolom, hogy az igazi szabadság tényleg az, amikor tudom, hogy ott a másik. A sikerre nincs recept. Látjuk azt, hogy sokat próbálkozunk, sokszor elrontjuk, sokszor újra fölvesszük a kesztyűt. Ez talán szerencse kérdése, a régi korokban ez talán gazdasági kényszer kérdése is volt, hogy látszólag jobban sikerültek a házasságok. Most én vissza tudok utalni csak az én nagyszüleimnek a korára. Arra a korra, amikor azért a gazdasági biztonság nem volt olyan egyértelmű, és akkor a fiatalok egészen máshogy gondolkodtak a házasságról. Nagyapám mindig azt mondta, hogy feledős férfi ember 35 éves kor előtt nem házasodik. Aztán jött egy másik korszak, ami azzal kecsegtetett, hogy mindig biztonságban vagyunk, mindig van mit enni, mindig van hol dolgozni, hol lakni, nevezzük ezt szocializmusnak, és az abban a felnőtt emberek, a mai fiataloknak a szülei leginkább, azt gondolják, hogy az ő korszakuk volt ideális, amikor 20 évesen könnyedén a semmire kötöttünk házasságokat. Most visszatértünk szerintem a nagyapáink léptékéhez, amikor egészen más felelősséggel kell gondolkodni, és lehet, hogy ki fog alakulni az, hogy újra egy nagyobb korkülönbség lesz férfi és nő között a házasságban, hiszen a férfiak dolga, hogy először megalapozzák egzisztenciálisan a házasságot, míg nekünk nőknek meg ketyeg a biológiai óránk. Hogy mi segíti a fiatalokat, a párkeresőket a házasság útjára, miből fakad annak sikere? Ezekre a kérdésekre a válasz nem egyértelmű. A pszichológus olyan beszélgetésbe csalogatta a közönséget, amellyel rávilágított. Minden egyénben három én létezik, a gyermeki, a felnőtt és a szülői. Utalt tehát arra, hogy döntéseinket, érzéseinket miként határozzák meg a gyermekkori élmények, a szüleinkkel való kapcsolat, a neveltetés és az akaratunk. Nem egyként lakunk a saját fejünkben, hanem idehozhatjuk a Szent Háromságot háromként. Tehát bennünk is van egy felnőtt, bennünk is van egy gyerek, és mindezeket fölött egy szülő. És ha ezeket megtanuljuk felismerni, ezeket megtanuljuk barátságba hozni, ismerősekké tenni, és tudunk választani, hogy mikor melyik én állapotban létezünk, akkor sokkal könnyebben tudunk ezekre a kérdésekre válaszolni, és sokkal jobban tudunk a másik nemmel, a partnerünkkel kommunikálni. Azt hiszem, azt szokták mondani a házasságra, hogy nem cél, hanem út. Tehát, hogyha azt gondoljuk, hogy ülünk összeszorított ököllel, csikorgó fogakkal, és azon drukkolunk, hogy kibírjuk a másik mellett 50 évig, akkor ez nem fog működni. Hogyha folyamatosan, mint egy versenyfutásban, vagy egy páros futásban, egy váltóban mindig figyeljük a másikat, akinél épp a staféta van, átadjuk egymásnak vissza, ide-oda,
akkor mindig fogjuk tudni, hogy a másik hol tart, és ehhez képest mi hol tartunk, és egy ilyen váltó tud talán egy igazán hosszú távú kapcsolat lenni, ha minden lépésében ott vagyunk. Interjúnkban az is elhangzott, hogy a gyermekek számára is fontos, hogy a szülők házasságban éljenek. Annak idején, amikor London bombázták a második világháborúban, akkor nagyon sok gyerek ott rekedt és ott élte át a bombázást. És az angolok kíváncsiak voltak arra, hogy hogyan hatott ez az esemény, ami azért egy gyerek életében óriási dráma, apukák nem voltak otthon, fronton voltak, az édesanyákkal voltak együtt. Azt látták a kutatók, hogy a gyerekek egy része kifejezetten megszenvedte ezt az időszakot, míg mások pedig szinte baj nélkül átvészelték, és egyetlen egy különbséget találtak a két csoport között, az, hogy az édesanyák hogyan viselkedtek. Az az anyuka, aki pánikba esett, fölhagyott a szokásaival, elvesztette a gyerekével a kontrollt, a kis szertartásokat, az esti mesét, a szokásos ritmust, azoknak a gyerekei szétcsúsztak. Azok az anyák, akik tették tovább a dolgukat bombazáporban, éhínségben, óvóhelyen, ezek a gyerekek szinte semmit nem éreztek meg. És ugyanezt gondolom a házasság vagy nem házasság kérdéséről, ha az édesanya vagy a szülők biztonságban érzik magukat abban a kapcsolatban, házassággal vagy anélkül, akkor a gyerek biztonságban fogja magát érezni. Nyilván akinek a hitrendszerében a házasság alapvető, az akkor fogja magát biztonságban érezni, hogyha házasságban él, és a gyerekei is ezt a biztonságot fogják továbbvinni.